újabb pusztulások Kecskeméten. Kisfürkész vetélkedő. Nyílt nap a Bácsvíznél. Csuhéból használati tárgyak. Huszonhat gólyával végzett az áramütés a kecskeméti hulladék lerakó környékén. A Kiskunsági Nemzeti Park összefogott az áramszolgáltatóval, hogy együtt lépjenek fel a fehér gólyák védelmében. Országosan fennálló és ismert természetvédelmi probléma, hogy tömegesen pusztulnak madarak a középfeszültségű elektromos hálózatokon. A halálos áramütés akkor éri őket, amikor az oszlopra ülő madár két vezetéket, illetve egy vezetéket és egy földelt oszlopelemet egyszerre érint meg. A közelmúltban a kecskeméti regionális hulladéklerakóra vezető út melletti középfeszültségű oszlopsor és két másik Műkertváros felőli oszlop okozta tömegesen a fehér gólyák pusztulását. Bizonyos esetekben ki tud alakulni egyfajta csapdahelyzet, hogyha valamilyen például táplálékbőség okán egy helyre tömörül nagyobb példányszámban fehér gólya, és azon a helyen valamilyen nem madárbarátnak tekinthető oszlophely szerkezet található egy középfeszültségű légvezeték szakaszon, akkor előfordul, hogy akár tömegesen is megpróbálnak ezekre az oszlophelyekre ráülni, és ennek hozománya, hogy akár tömegesen áramütést szenvedhetnek. A Kecskemét kül- és belterületén található összesen 7 fészek gólyái részben legelőkről táplálkoznak, de gyakran előfordul, hogy a hulladék lerakóról gyűjtenek élelmet, mivel ott bőségesen és könnyen juthatnak hozzá. Ezért itt a szeméttelepnél található oszlopsor az egyik legnagyobb veszélyforrás az állatok számára. Augusztus 11-én kaptunk egy lakossági bejelentést, amelynek értelmében 5 áramütött gólyát találtak, akkor 2 még élt, azonnal ki is jöttünk, de már 11 állatot találtunk mi. 3 élt valóban közöttük, ezt a 3 állatot beszállítottuk a Kecskeméti Vadasparkba, majd visszajöttünk és a szakasz további részét is ellenőriztük. Csak azon a napon 22 áramütött gólyát találtunk összesen, de a következő 8 napban további állatok élő vagy tetemek kerültek elő, összesen 30 állat szenvedett itt áramütést. Fokozott veszélynek vannak kitéve a fiatal madarak, mint például a nyárderekán kirepülő gólyafiókák, mivel repülési képességük még nem stabil, és leszálláskor az oszlopon ügyetlenkedve könnyen zárhatják szárnyukkal az áramkört. A szakemberek egyébként már osztrák, szlovák, horvát és magyar gyűrűs állatokat is találtak. A további tömeges pusztulás megelőzésének érdekében együtt lép fel a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság és az MVM Démász Áramhálózati Kft., hiszen évek óta együtt működnek a madárvédelem területén. Például, amikor megvizsgálják a fészkeket még a madarak visszaérkezése előtt, és szükség esetén fészek magasítókat helyeznek el, vagy árván maradt fiókákat segítenek lementeni a magas póznákról. Most az MVM Démász és a Nemzeti Park sürgős egyeztetését követően gyors döntés született. Többféle megoldás is létezik, nyilván az ultimális a földkábel létesítése, hiszen olyankor sem légvezetéknek ütközés, sem áramütés esetén nem alakulhat ki, de ez egy nagyon költséges megoldás, ez tény és való. Az oszlopfejek utólagos szigetelése is lehet egyfajta megoldás, itt is találunk ilyet, hiszen ez nem egy mostani jelenség, és az áramszolgáltató valóban próbált már több esetben beavatkozni, de ez nem jelent egy végleges megoldást, sajnos úgy tűnik, úgyhogy ebben az esetben az oszlopfej szerkezet átalakítása lenne a tényleges rendszerre vezető. Az egyeztetések eredményeként végül az MVM Démász Áramhálózati Kft. Közel 20 millió forint ráfordításával azonnal hozzákezdett az érintett hálózat burkolt szabad vezetékre történő átalakításához. A munkálatok befejezése 2021. októberre várható. A mostani tömeges pusztulás bár kisebb mértékben, de korábban is előfordult már. Ezen a szakaszon 3-7 gólya pusztult el egy-egy évben, és a Nemzeti Park területén található más szeméttelepeknél is megfigyelhető. Ez a jelenség. Hogyha például abból indulunk ki, hogy 2018-ban a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület gyűrűző központjában 100 áramütött vagy ütközött gólyáról
kaptok jelentést, és a gyűrűzött gólyák a hazai állománynak a 10%-át sem adják ki, akkor feltételezhetjük nyugodt szívvel, hogy éves szinten Magyarországon egy 1500 gólya kap áramütést, vagy ütközik a légvezetéknek. De ez sem teljesen igaz, hiszen az egyedeknek a megtalálási rátája nem 100%-os, nagyon sok minden befolyásolja ezt. Például a domborzat, a vegetáció sűrűsége, magassága, a dögevő állatoknak a tetemelhordási viselkedése, vagy hogyha egy nagyobb testű állat áramütés szenved, könnyen lehet, hogy még arrébb megy, és valahol máshogy pusztul el olyan helyen, ahol már nem fogjuk megtalálni. Tehát az a baj, hogy nyugodtan mondhatjuk, hogy ez az 1000-1500 gólya egy nagyon óvatos becslés, és vélhetően ennek a többszöröse igaz per év. És ugye az áramütés nem csak a fehér gólyákat érinti, hanem gyakorlatilag minden más madarat is. Egy számaratot kellene mondani, akkor az előbbiekben említett okok miatt, és a saját felméréseink alapján szintén csak becsülve, de azt tudjuk mondani, hogy éves szinten egy 500 000 madár szenved áramütést Magyarországon. Az MVMD MÁSZ saját kezdeményezésre haladéktalanul hozzákezdett a működési területén található másik három hulladéklerakó, vagyis a Felgyő, Szeged és Vaskút közelében futó hálózat biztonságossá alakításához is. A Nemzeti Park azt kéri a lakosságtól, hogy aki áramütött madarat talál, fotózza le a tetemet és az oszlop fejszerkezetét, illetve rögzítse a GPS koordinátákat és az adatokat küldje el a területi legilletékes Nemzeti Park igazgatóságnak. Természetismereti és természetvédelmi vetélkedőt tartottak az újvidéki apácai diákotthonban. Vajdasági általános iskolák 4.-től 6. osztályos diákjai vehettek részt rajta. A kisfürkész elnevezési vetélkedő a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete és a Somosi Környezetnevelési Központ szervezésében valósult meg. Az apácai diákotthonban megtartott döntőbe 12 csapat érkezett. A vetélkedőre jelentkező csapatok a feladatsorok megoldása alapján kialakult eredmény szerint jutottak a fináléba. Az elméleti felkészülés mellett a verseny nagy hangsúlyt fektet a terepi munkára is. Nyáron szeretek menni a Tiszára, télen, ha van hó vagy jég, akkor korcsolyázni, meg hógolyózni, tavasszal nézni a virágokat a fákon, ősszel meg a gyümölcsöket. A természetet azt nem nagyon ismertem, amit tudtam, azt megfigyeltem és utánolvasgattam, hogy mi micsoda. Ezekre a feladatokat, amiket megcsináltunk és továbbítottunk, azokat még átolvasgattuk, hogy tudjunk biztosan. Nagyon szeretek főleg a barátokkal járni a természetbe, biciklizni. És akkor ott mit szoktatok csinálni? Hát mindenfelé biciklizni, meg szoktunk menni az erdőbe. A csapatok felkészülten, előtudással érkeztek, de ezt a tudást tovább bővítették a döntő napján előadásokkal. A hallottak alapján kellett később megoldaniuk egy kvízszerű kérdéssort. Rak annyit tanultunk, mi nálunk igazából a csapat munka a legfőbb. Mindenkinek felosztottuk részeket, persze úgy csináltuk, hogy lehetőleg a lánynak jusson a kevesebb. Szerintem a kvíz az könnyű volt, csapatunk nagyon összetartó volt, minden gyorsan megcsináltunk, csak a második feladat az kicsit nehezebb volt, mint a többi. A csapatokat a területi elődöntőkben az iskoláik tanárai is segítették a felkészülésben. A vetélkedőre a természet és a környezet iránt érdeklődő diákok jelentkeztek és alakítottak csoportokat. A csoportokon belül megbeszéljük, hogy mi minden van egy ilyen feladatlapban, amit mi nekünk elküldenek, mert hogy az első fordulót azt az iskolában szervezzük, és akkor a gyerekek nagyon sok önálló munkája is benne van ezekben a feladatlapokban, vagy hogyha valamivel fönnakadnak, akkor megbeszéljük az iskolában, hogy mi lenne a helyes válasz, de igazából megint csak mondom, hogy a tanár itt ilyenkor leginkább egy kicsikét a háttérből figyeli, hogy úgy megy-e a munka, ahogy kell, és hogyha valami fönnakadás van, akkor segítünk. A döntő 3 kis előadással kezdődött, amelyek alapján töltötték ki a feladatlapokat. A csapatok a beporzókkal, a gyógynövényekkel és a néphagyományokkal kapcsolatban hallgattak meg egy-egy előadást.
Ma beporzók napjával kapcsolatos gondolatkört feszegettem a gyerekekkel, egyáltalán ennek a fontosságát, hiszen hallanak arról, hogy a beporzók, a rovarok nagyon megcsökkent a létszámuk is, fajszámuk is, tehát veszélyeztetett fajok is vannak köztük, de ennek a súlyát nem biztos, hogy érzik. Ezt szerettem volna a gyerekekbe megmozgatni, hogy erre figyeljenek, hogy ennek mi is a jelentősége. A mindennapi életünket veszélyezteti az, hogy ők megfogytak, és hogy miért, mert mi tettünk rosszat velük, vagyis olyan körülményeket teremtettünk, ami miatt megfogytak, és ezért nagyon oda kell rájuk figyelni, és segíteni kell nekik. A feladatsor megoldása és az azt követő uzsonna után kézműves foglalkozások következtek. Forgószínpadszerűen a csapatok felváltva környezeti témára készített játékokkal játszottak, nemezeltek és gyógynövényeket határoztak meg, rozmarinból pedig kenőcsöt is készíthettek. Ebből lehet például kenőcsöt készíteni, hoztam is belőle egy kis mintát, itt látható. Ezzel a kenőcsel fogunk masszírozni, és azt is megtanítom a gyerekeknek, hogy például a kezüket izomláz esetén, hogy lehet egy kicsit rendbe hozni, és magát a kenőcsöt is elkészítjük majd a rozmaringágacskákból, amit szintén otthonról hoztam. Össze fogjuk vágni, leszedjük a leveleit, utána vágódeszkán összevágjuk apróra, beletesszük egy zománcos lábasba, disznózsírt teszünk hozzá, mert az szívódik fel a legjobban, az hasonlít legjobban az ermeri szervezet összetevőihez, és akkor, mikor egy kicsit kevergettük, egy kicsit sütögettük, utána le fogjuk szűrni, és tégelyekbe fogjuk tenni, hogyha valaki szeretne hazavinni. A kis fürkész vetélkedő körülbelül 15 éve indult a Somosi Környezetnevelési Központ kezdeményezésére, és fokozatosan terjed ki Magyarország határain túlra is. Az alapötlet az 2004 környékén született meg a kis falunkban, Somoskiújfalun, azzal a céllal, hogy nagyon sok környezetvédelmi vetélkedő volt már addig is, de egy se volt olyan, ahol a terepre is ki kellett volna menni a gyerekeknek. És hát nagyon gyorsan hírre ment, és nagyon sok csapat jelezte, hogy szeretne bekapcsolódni, úgyhogy 2010-re már úgymond nemzetközivé nőtte ki magát. Ez annyit jelent, hogy a határon túli magyar csapatok is bekapcsolódhattak a versenybe, és hát így kapcsolódtunk az újvidékiekhez is, akik most már a szervezés nagy részét is átvállaltak, tehát jelen pillanatban közös szervezésbe megy a verseny. A vetélkedő fő célja a környezettudatos szemlélet kialakítása és a fenntartható életmód támogatása a gyerekeknél. A verseny levelező fordulóval kezdődik, ott terepmunkát végeznek, tehát az már nagyon jó, mert mindenki a saját kis környezetében észreveszi azokat a dolgokat, amikről általában beszélünk, mert hogyha beszélünk olyan témákról, mint például növényvédelem, vagy pedig egészséges életmód, vagy pedig madárvédelem, akkor az olyan elvont fogalom, de ha látják azt, hogy a környezetükben is van ilyen dolog, tehát felfedezik a fülesbaglyot mondjuk a fán, vagy pedig különböző madárfajokat, vagy gombafajtákat, akkor természetesen másként viszonyulnak a dolgokhoz. Az egész délelőttös tanulás, kvízezés és társalgás után a nyertesek is meglettek. Az első négy helyezést a szerbittabéi ravaszrókák, a szajáni ökobioészek, valamint a temerini vidrák és kisgombák nevű csapatok érték el. A vízérték becsüld meg. Ezzel a szlogennel hívták fel a figyelmet Kecskeméten a vízművállalatok a tudatos fogyasztásra. Ezt a négy nagy teljesítményű szivattyút is megnézhették a gyerekek a Bácsvíz ZRT 2-es számú vízműtelepén. Ezek a gépek felelnek azért, hogy a kutakból a szűrőberendezésekhez jusson a víz. A gyerekek a tavaszi vízvilágnapi esemény pótrendezvényére érkeztek üzemlátogatásra, amin közel 600-an vehettek részt. Bácsvíz ZRT, de az ágazat is, a vízszolgáltatási ágazat, illetve a víziközmű ágazat minden évben megrendezi ezt a nyílt napot. Mi eredetileg március 22-ére datálódott. 1993-ban az ENSZ ezt a napot jelölte meg a víz világnapjának, vagy a víznapjának, és ez tulajdonképpen a mi nagy ünnepünk. Ebből az alkalomból
nyílt napokat rendezünk, már 1994 óta. Ennek a nyílt napnak az elsődleges célja az, hogy a fiatalságot, a diákokat, a gyerekeket egy kicsit megismertessük a mi tevékenységünkkel, megismertessük azzal, hogy milyen formában jutnak hozzá a napi szinten az ivóvízhez, és hogy ez mekkora értéket képvisel. Fontos, hogy mindenkiben tudatos legyen ennek a fontos energiaforrásnak a védelme, ezért idén a víz érték, becsüld meg szlogennel hívják fel a figyelmet. Ugyanúgy, mint korábban csoportokat szerveztünk, nagyjából ezek a csoportok egy fél órában kapnak egy teljes körű áttekintést a vízszolgáltatásnak a tevékenységétől, kiindulva a kutaktól kezdve a víztermeléstől egészen a hálózati betáplálásig, valamint egy kicsit kiegészítettük a hálózatos dolgokkal, egy hálózatdiagnosztikai járművünk van még kihelyezve, ahol bemutatjuk azokat a műszereket, meg azokat a módszereket, amivel a rejtett szivárgásokat próbáljuk feltárni. A technikai bemutatóknak, az üzemlátogatásnak és a háttérinformációknak fontos szemléletformáló hatása lehet. Én úgy gondolom, hogy a mindennapi életünkben a víz ugye most már egyre nagyobb érték, és egyre kevesebb van belőle. A mi gyerekeink már egészen másképpen gazdálkodnak a vízzel, mint ahogy mi annak idején, és biztosan fontos az, hogy a gyerekek tudják azt, hogy mire való, mire használjuk, és mennyire kell vele takarékoskodni, és aztán utána, hogyha elhasználtuk, akkor utána hogyan lehet azt újrahasznosítani, illetve hogyan lehet értékesíteni. A látvány az kell nekik, mindenképpen kell, hogy otthon a szülők is beszéljenek nekik elő, utána pedig, hogyha már láttunk valamit, akkor a tapasztalatokat megbeszélni, és akkor, hogyha minden gyerek mást látott, vagy mást jött le neki a látogatásból, akkor ezeket utána összegezni. Tehát mindenképpen kell utána egy osztályfőnöki óra, vagy egy kémia órán, vagy egy biológia órán megbeszélni, vagy akár egy földrajz órán, hogy mit láttak. A gyerekek pedig figyelmesen követték, hogyan szűrik a vizet, és hogy hova kerül a szűrőkben fennakadt szennyeződés. Nekem ott az a vízszűrőselés tetszett, hogy igazából hogyan szűrik ott le a vizet, és hogy a baktériumokat is teljesen ki tudják belőle szűrni. Ekkora nagy, tehát igazából folyamaton megy át ez az egész, hogy itt mindenfélből ki tudnak szűrni vizet igazából. Ezen és a másik vízműtelepen sosem állnak meg a szivattyúk, hiszen összesen 320 ezer ember ivóvizéért felelnek. Az üzemirányító központból 58 település vízellátását felügyelik, az automata rendszert pedig folyamatosan karban tartják. A szemléletformálás mellett a műszaki megoldások bemutatása kapott hangsúlyt a mai napon. Olyan szempontból is érdekes, hogy találkozik itt olyan dolgokkal, ami felkeltheti az érdeklődését, és akár a későbbi tanulmányi orientációját is befolyásolhatja, hogy milyen irányba érdemes egy kicsit tovább lépni. Vannak olyan munkatársaink, akiket annak idején mondjuk a Kadellek iskolába oktattunk, és azóta munkatársaink, tehát nem ördögtől való dolog, hogy akár majd ebbe a szakmában is dolgozzanak, de nem ez az elsődleges cél természetesen, hanem az, hogy a részleteket megismerjék. Hát ebben környezeti, meg elsősorban természettudományi oldalról kapnak egy kis töbletet ahhoz képest, amihez hozzájutnak az iskola keretein belül. Látogatásból tehát kiderült, hogy a kettes számú vízműtelep a kecskeméti és környéki vízszolgáltatás egyik fő lába. A gyerekek azt is megtanulták, hogy Katonatelep, Méntelek, Hetényegyháza, Helvécia és Ballószög is ebből a rendszerből kapja az ivóvizét. A múltbéli fejlesztéseknek és beruházásoknak köszönhetően pedig a szolgáltató nagy biztonsággal látja el a térség vízellátását. Kukoricacsuhéból készít tárgyakat a Martonosi Zvara Edit. Már gyermekkorában megszerette, és azóta is műveli ezt a tevékenységet. A csuhé felhasználása a gyékeny területek csökkenésekor lendült fel. A
Angyalka, táska, üvegtartó, virág, mind-mind kukoricacsuhéjból készült dísz és használati tárgy, amelyeket a martonosi Zvara Edit készít. Már gyerekként is foglalkozott hasonlóval, a technika teljes elsajátítását mégis 10 évvel ezelőtt kezdte meg. Akkor egy idős hölgy segített neki, míg a későbbiek során könyvek és az internet által tanulta ki a mesterséget. A levizezett csuhét ilyen kis csíkokra van összetépve, így el van készítve, és akkor egymásba illesztve besodrom. Tehát ez egyfajta technika, a sodrás. Összehajtsuk bele, és És ez aztán hogy marad egybe? Ez beszárad. Azért kell a szögekre, így vizes, akkor a csuhé formálható. Ha nedv, amikor már meg van száradva, akkor az megszilárdul, és az ott marad. Ez pontosan mi lesz, amit most készít? Ez egy nagy alátét, edény alátét. A csuhé felhasználása a gyékény területek csökkenésekor lendült fel. Az addig gyékényből készült tárgyakat kukoricacsuhéjból levőkkel kezdték helyettesíteni. Szinte minden házban megtalálható volt anno és napjainkban is. Ősszel a betakarításkor elkezdem gyűjtögetni, szól néhány ember, hogy na most van, góréznak, akkor én megyek, és akkor szedem össze a csuhét. Így akkor szépen összegyűjtögetem egy zsákba, fölvisszük a padlásra, és megszárad, bezsákoljuk, föltesszük a gerendára, és az várja, hogy ameddig én dolgozni akarok, akkor az úgy ott el van. Napi szinten készít egyedi dísz és használati tárgyakat, kereslet is van rá, viszont egyre jobban háttérbe szorul ez a fajta kézműves termék. Van értéke, csak ez a kínai dolgok, amik bejöttek, ezt mind félrenyomtak a kézműveseket. Tehát érdeklődés, tehát mondom, a középkorosztály értékeli, mert ők azt már régen használták, vagy abban ültek fel, hogy ez volt a családban. De a fiataloknak mit látnak, elmegyünk a kínai boltban, megveszük a dolgokat, és kész. Tehát nem akarják tudni, hogy ez hogy készült. Szép és kész. A kézművességnek meg ugye van procedúrája, megtanulom, tehát időtöltés ott meg nincs. Ez. Edit az edény alátét készítése közben azt is elmondja, hogy legjobban a Magyar Kanizsai Kukorica Fesztiválra szeret járni, hisz ott tudja legjobban bemutatni az elkészített tárgyakat, illetve akkor van lehetősége az érdeklődőknek bepillantást nyerni a készítésébe. Munkásságát sok helyen díjazták már. Voltam a Mirken ilyen versenyeken, és volna 2 nagymesterim, de sok, nem is tudom, 6-7 első díjasom van, 2 nívó díjasom van, ennyi van még elérve, de folytatom tovább a kihívást. Én a családba bízom, a család nő tagjain, hogy majd tovább viszik ezt a kézművességet, hát nem tudom. Hát ha valaki nyitott felé, nem leszek, ahogy elutasítsam. Csak lássam, hogy van olyan. A megfelelő kézügyesség idővel alakul ki, kitartás és akarat kell. Reméli, hogy ezt a régi mesterséget, amit szeretettel csinál, a család női tagjai tovább viszik, ugyanis a régmúlt dolgait nem kell elfelejteni, az utókornak ismernie kell a hagyományokat és tisztelni azt, tette hozzá Szvara Edit. Fontos, mert az mi szüleink is ugye játszottak csuhébabával. Akkor mi ne játszunk vele tovább? Egy kicsit. Megismerjük, hogy az milyen volt. Hát még egy kicsit eljátszogatunk vele, még közben játszogatunk, még csináljuk, és akkor így megismerkedünk így a dolgokkal. Tudom, így valahogy bár. A Kiskunsági Nemzeti Park új elektromos kerékpárjaival számos túrát szervez a Nemzeti Park szeptember és október hónapokban, a hétvégéken 25 és 40 kilométeres távokon. Valamennyi túrához előzetes bejelentkezés és regisztráció szükséges a Kiskunsági Nemzeti Park weboldalán.